Nem vallotta bűnösnek magát, és nem is mutatott megbánást bírósági meghallgatásán a márciusi új-zélandi terrortámadás vádlottja. A 28 éves ausztrál férfi a hatóságok szerint 51 muszlim hívőt lőtt agyon Christchurch két mecsetében. Az elmeorvosi vizsgálatok megállapították róla, hogy beszámítható, így felelősségre vonható tetteiért. Mankóval, illetve gurulójáró kelettel is érkeztek túlélők a Christchurch-i bíróságra, a feltételezett tömeggyilkos meghallgatására. A tárgyalóterem megtelt a márciusi mecsetek elleni terrortámadás sérültjeivel, valamint az áldozatok családtagjaival. Az 51 rendbeli gyilkossággal, valamint 40 gyilkossági kísérlettel és terrorizmussal vádolt ausztrál Brandon Tarrantot nem szállították a helyszínre, hanem videón kapcsolták a szigorúan őrzött Aucklandi fegyházból. A férfiről az elmeorvosi vizsgálatok megállapították, hogy beszámítható, így felelősségre vonható tetteiért. A meghallgatáson a vádlott némán hallgatta, ahogyan ügyvédei felolvassák vallomását, vagyis hogy Tarrant egyik vádpontban sem ismeri el a bűnösségét. A hallgatóság egy része felsziszent, másik része elérzékenyült. Nagyon felzaklatott. Nem is magam, hanem a teremben lévő összes áldozat miatt. Felkavaró volt látni a mosolygó arcát, amikor az ügyvéd azt mondta róla, hogy nem bűnös, nyilatkozta egy férfi, akinek nagybátyja és barátai is életüket vesztették a merényletben. A Christchurch-i terrortámadás március 15-én történt. Egy fegyveres a hatóságok szerint a vádlott két mecsetre támadta pénteki ima idején. Válogatás nélkül lövöldözött a hívőkre, nőket és gyerekeket is meggyilkolt, miközben a vérengzést élőben közvetítette az egyik közösségi oldalon. Az interneten közzétett kiáltványában tettéd bevándorlás és iszlám ellenes összeesküvés elméletekkel magyarázta. A fegyverest végül két rendőr fogta el, miután az egyik mecsetből egy fegyvertelen hívő elüldözte őt. A terrortámadás egész Új-Zélandot megrázta, ez volt a szigetország történetének legvéresebb merénylete. A lövöldözés után a wellingtoni kormány szigorította a fegyvertartási törvényeket, 17 ország és 8 internetes óriás cég pedig megállapodott a szélsőséges tartalmak elleni határozottabb fellépésről. A vádlott elleni büntetőeljárás augusztusban folytatódik egy újabb bírósági meghallgatással, a tárgyalás pedig a tervek szerint jövő májusban kezdődik. Ha bűnösnek találják, akkor Brandon Tarrantot akár életfogytig tartó börtönbüntetésre is ítélhetik.